Tehát Simicska Lajos felépítette a rendszert, és tulajdonképpen annak függvényében került egyre hátrébb, ahogy az Orbán gyerekek felnőtté váltak. Akkor kiderült ugye, hogy hát itt a Viktornak vannak kedvesebb emberek, mint Simicska Lajos, akit ugye nagyon régi gimnáziumi bizalmas barátnak tekintett, de hát azért a lányom meg a... Na érted, szóval akkor ugye egyre kevésbé lett fontos. Fenntartom, hogy a Simicska féle világ korrupciója alapvetően a Fideszt szolgálta, egy pártot, egy eszményt, míg a mostani világ korrupciója, azért most nagyon olcsó leszek, de mondjuk a Voldemort nagyurat, tehát Mengi Rolandot szolgálja, meg Lázár János szolgálja, meg a Simonkát szolgálja, meg érted? Tehát ez most nem a Fidesz mögött álló korrupció, ez egész egy korrupt banda.